Krisztiánka, fogadj sok szeretettel tőlem és családunk nevében ezt az ajándékot, mivel hallom, hogy vállalkozó akarsz lenni, meg jönnek majd a baba, a gyerekek, a család, anya, apa, én, anyús, apus, mindenki belefér, hogy fogadj sok szeretettel tőlem. Mi? Hát ezt. Ezte? Hát igen. Nem mit csináljak-e? Ha mit csinálsz? Nyitok egy zöldséges, vagy nyitok egy élelmiszerbúrót. Én a virálizét hozni. De én influencer vagyok. Amikor megláttam azt a fehér autót, én azt hittem, hogy az ott valaki tulajdona, hogy azzal így jöttek, hogy ott valamit csinálnak, biztos a pályán. Nem hittem volna, hogy az Krisztiánnak szánta apukám. A virágbolthoz ez pont jó lesz, Krisztián, hurcolnia izé. Hát mi, most mit? Nem, most azt hittem, hogy valami motor, vagy valami kocsi. Ha kocsi? Hát nem ilyen izé, busz, vagy mi ez? Tulajdonképpen a gyerekeknek akarom elindítani az új életét. Ez a kis busz arra lesz jó nekik, hogy majd szállítanak benne répát, zöldséget, hagymát, uborkát, dinnyét, epret, mogyorót, káposztát, kelkáposztát, salátát, mindenféle zöld arut és zöldmentes arut, úgyhogy ez jó lesz nekik arra. A gyerekek is, ha majd megszületnek, elfér benne a babakocsit. De komolyan? Mi van? Nem, hát ez a vállalkozásra nem jó, indítónak egy... Hát de indítónak ilyennel elindítani? Hát ez szerint... Nem jó. Nem de nekem ez nem kell. Ami az úton bennem volt izgalom, az ott teljesen elszállt, az onnantól egy kalap volt az egész, amikor megláttam a kocsit, nem mondom, mi ez? Itt vannak valami munkások vele, tudod, akik söprögetnek, vagy valami, nem is tudom, mit gondolják, aztán mondja nekem ez, hogy ez az ajándékod. Hát most figyelj, akkor ülj bele, azt vidd haza.